Egy pohár finom forralt bor, egy incsiklandó harapnivaló, egy gyönyörű, kézzel készített asztaldísz, ünnepi fények és lélegmelengető színpadi programok várták azokat, akik kilátogattak a hétvégén a szekszárdi adventi vásárba. Szerintem ez nagyon jó, az emberek le tudnak jönni, találkozhatnak régi ismerősökkel, egy picikét kimennek a szabadba, az ünnepi hangulatot tudják fokozni ezáltal. Én nagyon szeretem a karácsonyi vásárokat, mert szerintem nagyon így be lehet rázódni a karácsonyi hangulatba, és tényleg az, hogy így összegyűlhetnek az emberek, és együtt lehetnek, és nézelődhetnek a vásáron, akár hallgathatnak zenét is, meg fellépők is vannak, szerintem ez nagyon nagy dolog mindenkinek, és szerintem érdemes ezeket meglátogatni és megnézni minél több ilyen karácsonyi vásárt. Ilyenkor nem csak maga a tér, de a város is karácsonyi világításoktól és díszektől pompázik, ahogy ez minden évben megszokott. Gyurkovics János, Szekszárd város alpolgármestere hozzátette, az új helyszínnek köszönhetően is több ember látogatott ki. Hagyományoknak megfelelően az idei évben is megrendezésre került az adventi program, és a résztvevők kérésére az idei évben nem a Béla téren, hanem itt a Garai téren alakult ki a karácsonyi vásár és a kiegészítő rendezvényeknek a dolgai. Nagyon fontos dolognak tartjuk ebben a rohanó világban és az elgépiesedett időszakban, amik itt a beszédben is elhangzott háborúktól terhelt világban vagyunk. Nagyon sok az elesett ember, akit észre kell venni, támogatni, segíteni kell. Vasárnap került sor a második gyertya meggyújtására, ami a zsidó népet szimbolizálja, akiknek Isten megígérte, hogy közülük való lesz a messiás, ezért ez a lila gyertya a remény jelképe. Ilyenkor érzékenyebbé válnak az emberek is, és megpróbálunk mindent elkövetni annak érdekében, hogy amit ismétlésben bocsátkozom, hogy a lelki felkészülés, készülődés teljes egészében tudjon kiteljesülni, és utána majd mindenki békességbe, szeretetbe a családjával tudja tölteni a karácsonyi ünnepeket.